Tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit. Megjelent a kormányrendelet, 461/2020-as kormányrendelet, amely rendelkezik a visszamenőleges nyugdíjemelés kérdéséről. Ismeretes azt hiszem mindenki előtt, hogy többször hangot is adtam ennek. A kormány szándékosan alultervezte az inflációt, hiszen a múlt év nyarán a költségvetés elfogadásakor világosan látszott, hogy lényegesen magasabb lesz az inflációs ráta ebben az évben, mint amit a kormány tervezett, hiszen a Magyar Nemzeti Bank is erre hívta fel a figyelmet. Szeretném azt is előre bocsátani, hogy az emelésnek, a visszamenőleges emelésnek egy technikája van. Először meg kell emelni sajnálatos módon csak 1,2%-kal a nyugdíjakat. Ezt novemberben már a megemelt nyugdíj formájában kell kifizetni minden egyes érintetnek, és januárig visszamenőlegesen viszont egy összegben a fennmaradó részt ki kell fizetni a nyugdíjasok számára. Hozzáteszem, hozhatott volna a kormány olyan intézkedést is. Tudom, néhány 10%-on múlik a dolog, de ez lehetett volna akár 1,5%-os visszamenőleges emelés is. Hiszen látjuk most már hónapról hónapra, hogy különösen az élelmiszerek inflációja milyen mértékű, közel 8%-os. Ez az egyik dolog. A másik, hozhatott volna olyan döntést is a kormány, hogy mondjuk ez a visszamenőleges összeg nem lehet kevesebb 25 ezer forintnál. És akkor azok a nyugdíjasok, akik kevés nyugdíjból élnek, egy picivel jobban járnak. De nem, ők azt mondják, hogy százalékos arányban, és természetesen mindenkinek a nyugdíja arányában. Gondoljanak bele, mekkora különbség lesz mondjuk egy 70-80 ezer forintból élő nyugdíjas visszamenőleges kiigazításával, és mekkora összeget fog kapni mondjuk, aki havi 2 millió forintos nyugdíjat kap. Ez számunkra elfogadhatatlan. A másik dolog, amire szeretném emlékeztetni, az újságírókat is. A múlt héten a parlamentben azt mondta Orbán Viktor, hogy visszamenőlegesen meg fogják kapni a nyugdíjasok a jussukat. Kamatostól. Hát ahogy én számolgatom, a kamat az durván 400 millió forint. Kíváncsian várom, hogy ezt a kamatot hogyan fogják kifizetni. Ha nem tudnak rá megoldást, akkor én ajánlok figyelmükbe egyet. Például a méltányossági nyugdíjemeléshez oda lehetne tenni. 400 millió forint a kormány nem vágja sárba, de a nyugdíjasoknak borzasztó sokat jelentene. Hiszen ebben az évben is több mint 53 ezren fordultak a kormányhoz méltányossági nyugdíjemelésre, és mindösszesen 32 ezren kaptak csak. Hát azok, akiket elutasítottak, most éppen megkaphatnák ebből a 400 millió forintból. De a számok nyelvén nézzük, természetesen most csak kerekített összeget fogok mondani. Mit is jelent ez az 1,2%-os emelés egy hónapra lebontva? Hát az a átlag nyugdíjnál körülbelül 1700 forintot fog jelenteni. Egy megváltozott munkaképességű embernél durván 900 forintot fog jelenteni, egy korhatár alatti rokkantnál is durván 900 forintot, egy rehabellátáson lévő embernél olyan 570 forintot, egy szülői nyugdíjon lévőnél 890 forintot, egy baleseti járadékosnál 310 forintot, egy rokkantsági járadékosnál 450 forintot, és kapaszkodjanak meg, ha valaki házastársi pótlékot kap, átlagosan 200 forintot jelent ez az 1,2%-os nyugdíjemelés. Ezért mondtam én azt, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag kifosztja a nyugdíjasokat, szándékosan visszatart több 10 milliárd forintot hónapról hónapra, hogy utána novemberben nagykegyesen odaadják a nyugdíjasoknak. A tegnapi parlamenti felszólalásomban is kitértem rá. Eszük ágában sincs visszatérni a vegyes indexáláshoz, a svájci indexhez, hiszen akkor 6,5%-kal kellett volna januárban megemelni a nyugdíjakat. Eszük ágában sincs az alacsony nyugdíjak felzárkóztatása, miközben mi is tettünk rá többször is javaslatot,
hogy legalább a létminimum szintjére, az egyszemélyes nyugdíjas háztartás létminimumának szintjére kéne emelni a nagyon alacsony nyugdíjakat. És eszük ágában sincs kártalanítani azokat a rokkantakat, akiket 2012-ben megfosztottak a jussuktól. Az Alkotmánybíróság közel 2 évvel ezelőtt hozott egy döntést. A kormány számára ez evidencia. A kormánynak végre kell hajtani az Alkotmánybíróság döntését. Türelmi időt is adott az Alkotmánybíróság, 5 hónapot. Ez az 5 hónap 1,5 éve lejárt. Ezért javasoltuk azt egy országgyűlési határozati javaslatban, hogy kártalanítsák azokat, akiket megfosztottak a jussuktól, és tegyék örökölhetővé azoknak a hozzátartozóknak, akik sajnos időközben elveszítették a házastársukat. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy igazságossá kell tenni a nyugdíjemelés technikáját is, igazságossá kell tenni a 13. havi nyugdíjra szánt összeg elosztását. A javaslatunk pedig úgy szól, hogy az úgynevezett 53. heti nyugdíjat mindenki egy összegben kapja meg, függetlenül attól, hogy milliós nyugdíjjal rendelkezik, vagy éppen 50 ezer forintos havi nyugdíjjal rendelkezik. És a javaslataink között szerepel az is, hogy néhány évig a nyugdíj emelést is egy összegben kapják meg az érintettek, hiszen a státuszuk az egy és ugyanaz. Mindenki nyugdíjas, és a boltban mindenkinek ugyanannyiba kerül a kenyér, a tej és a hús. Köszönöm szépen a figyelmüket!